A műsort támogatta a Bertis húsüzem. Bertis. Minőség. Mindig. Jössze, hol vagyál? Jövök, na csak... Nem látok semmit ettől, se nem hallok, se nem látok ettől a nájlonostól, hogy ez az üdvös illa vezessen, hogy ez híjassen, nézd meg! Jól van, messze olyan gyorsan, nem tudok én az egyik betonról a másikra lépni. Olyan, hogy mondjam, göröngyeges, vajon végig élni? Mi elnegyél? Megmondod, az azért van, hogy felkezd majd idejébe kállni. Hát én felkáltam, komolyan, én elég idejében felkáltam, na ne zsörtölődj, elég idejében felkáltam. Hol káltél fel, komolyan? Hogy mondasz ilyen? Hát úgy, hogy felkáltam, csak nekem nem csak annyi, hogy felkálék, ott még egyéb dolgok is vannak, dolgok, bajok. Mi? Ha mi? Ilyenkor hol dolgozunk? Mi? Hát fel kell lőtözni, és meg kell tisztálkodni, vagy hogy mondjam, kezdem avval, hogy meg kell tisztálkodni, és fel kell lőtözni is. Ezt sos még az állatnál is felejtettem, hát én az állatokat is elrendeztem, és minden, ott nem csak annyi, hogy fél kell. A másik az a tisztalkodást, este kéne elvégezni, én este megtisztalkodtam, minden még, az ognit is felhúztam, nagy elfelejtsem, a reggel sejt. A fél, igen, csak én az állatok közé voltam, úgy nem jöhetek, hát mégis egy ilyen útra. Én akkor másra el kell bízni, komolyan, meggondolhattad volna. Most... Ó, menj el. Ott mentál, előttem mentál, sípolt mindent, azt mondja, üljenek fel, aki akkor mondom, komolyannék én, hova üljek fel? Aj, meg hát miért is nem ültél fel? Miért nem ültél fel? Hát egyedül hova mennek, se románul nem tudok, se semmi út, hova üljek fel? Hogy nem tudsz románul, hát te oda mi voltál a katona 3 évet? Tirguzsió vagy? Leálltam, 16-on voltunk, magyarok. Szakas mindegyik magyar volt, ott el voltunk egymás közt. Na. Jó, nem mindegy. Itt nem azt kell beszélni, hanem felkezd ma idejében kállni, ha ma eldöntöttük egy ilyen nagy hosszú útra indulunk, mert nem kicsi út. Tedd el a izére, nem állal. Nem is, hát tiszta fotyára, 3 kilométerig majd fogunk. Hát állj meg! Tényleg nem az sem. Hát miért nem szólsz, hogy úgy elaludt a két karom, hogy nem tudom mindjárt leengedni. Mikor indultunk, jól esett. De... Másik az komolyan, hogy én most se értek egyáltalán a tejtekével a dologba, hogy... Mit nem ér? Ilyen messze, hogy találjátok ki, hogy elvinni a holmite? Na meglátod, hogy ennél mi jobb dolgot nem csináltunk, már sokat jöttünk, mehetünk, és ilyen olyan üzleteket mi lebonyolítottunk. Hidd meg, hogy igazom lesz. Mibá? Azt, hogy holmit elvigyük ki Budapestre. A fiam elmondta itthon, mikor megkóstolt, azt mondta életében, ilyet nem ér. Azt mondta, duplas triplája, áron el lehet adni. Hát akkor hogy ne egyen jó hátizsákkal megvan, meg kell próbálni, és meglátod, hogy igazam lesz. Na. Igazad lesz, csak akkor vonatra kellett volna ülni, nem is? Vonatra, de ha elaludszol, megmondtam, menjünk haza, és azt mondtad, hogy menjünk, sok hónapig menjünk, addig a másik állomásig, hónap a vonat elviszi. Hát de... úgy van, hát most menj haza, és akkor még aztán otthon kacagjanak, hogy mi lekéstük a vonatot. Gyalog, menjünk, és amennyit tudunk, megteszünk, és annyival kevesebbet kell fizetni a vonatra. Mű, az is lehet, hogy egy nap alatt kimenjünk Magyarországig. Ó, menj el, Gyergyóig sem menjünk el, Gyergyóig. Tudj, hogy te gyere! Tudj, hogy kell nezekedni, mert vonat is jöhet. Vonat. Gyere! Egyéb itt is lehetne menni az útakon, vagy valahol ne font itt köztem még. Igen, de tévesszük el, vonat után kell menni, tévesszük el, legyen valahol a kókoljunk el. Mondjuk annyiból, hogy a vázát hallod, de innen aztán tényleg nem lehet kitérni. Nagy létre közé beálltunk még. És a másik az, hogy az igyenes út örökké a legrövebb. Így van, így van. Legrövebb. Hallod ez? Hát most összesen akkor mennyit számoltunk össze? Az enyémben 36 szalámi van. Otthon 38-at mondta. A kettőben van 70 valamány. Na. Hát, és akkor még egyebek is van. Gólbalszok, ilyen dolgok. Kiválogat, ilyen dolgok. Akkor mennyiben menne vagy? Háromszor, kétszeres vagy háromszorosal. Fiam, bésági, tehát mi lesz oda ki a nyelvet ismári? Na. Hát igen. Na. Csak kell menegetni akkor, hogy haladjunk. De baj meg, hány pálcát hoztál? Pálcát egyet. Az miféle? Azt nem kell feszegetni, az egy olyan dolog, hogy még szükség lehet rá. Gyere, menjünk, hogy haladjunk! Rezervapálcát? Rezervapálcát, úgy, ahogy mondom.
Mi az, gomalmat? Nem is pahoz. Mi az, mi az? No, fészicskét bétakártál papírval, no. A fészicskét? Azt. Vágó szerszámot, hogy viszel fel a vonatra? Hát azért takártam be, hogy ne leassa. Jaj, ha beültünk volna fel, levatták volna. Nem vatnak semmit, látod, hogy mennyi a mádvá, imittam ott lát hallani, hogy a vonat is üti el mindenféle, mindegyiket a vonat nem üti el, ha vagy valahol elé kerül, és pont akkor szalsz, ott van a fészicske. Én egy papírba csomagolt fészivá. Azt én hamar levont. Azt én, az egy jó fél óra levonta. Addigra a csontot sem maradt. Mádvá úgy állt akkor. Kérj, menegátni már hosszú az úcs, az elég. Hogy ezt látod meg az eján? Hogy ne látnám meg, hát ott lóg meg, de zsírpapírba belecsomagolva. Hogy ne látnám? Hogy dolgozik a szél, hallod, de... Pont erőd ki a karmára mész, pont szénbe fú. Pont szénbe. Hallod, de... Ebben van minden bizodalmam, de az ember méges bécsongolítsa magát. Hallod, legalább a hátod nem ázik meg, a legveszélyesebb, mikor a hát megáz. A szél megkapja a svége. Megvan a tüdőbaj belőle. Hallod, de mennyit jöhetünk? Ebben az imént akarom kérdezni. 10 km/h. Na látod, és azt már nem kell fizetni, és haragszok. Az is lát, hogy még jó és hogy lekést. Miért drága? Reggel indult volna a vonat, ugye? Ma délután vagyunk. Nem tudjuk, hol vagyunk. Itt vagyunk egy nagy mező közepére. Még fogadjunk, hogy gyertyők se vagyunk elérve. De olyan jöttünk, hogy én meg vagyok elégedve csak. Elégedve. Járános, nap. A sok beszédes fárosza ki az ámbér. Fárosza, csak én. Annyi dolgom volt, se nem reggeliztem, se semmi. Most ne kezd ezt a falit, koma. Nem, na csak... Egyáltalán ne kezd is azt a... Mi van-e? Mit csinálsz? Csak meg, hé! Mit csinálsz? Ne, hé, hát hallod-e? Valahol most mondom, el vagyok szakadkozva, valahol le kéne ül is vágni belőle, s enni belőle, nem ilyen dolog, hé! De mire gondol? Mi van? Hát hiába csonkítod meg, koma, mondom, hogy háromszoros pénzen tudjuk eladni körülbelül, hát ha megeszel, mit tudom, egy annyit, egy 3 centinyit valót. Hát az nekünk háromszoros kar. S hát ő mit tudja oda ki, ha most mi egy ekkorát megeszünk, ő mit tudja, hogy mekkora volt. A feliratot meghagyjuk, csak hétvégiből mi annyit nem tudunk vágni, és ő mit tudja, hogy mekkora volt. Egyáltalán ebben nem egyezek belé, koma. Egy és egyáltalán. Hogy? Nézd meg, cinká! Ne látod-e, mit ír? Olvasd el! Mit? Hát... Székely... Te még nem tudom olvasni, na olvasd! Székely Csemeta! Csemeta? Ki az a Csemeta? Nem vagy... jó, no, nem ez. Székely Csemega! No, Székely Csemega! Hát direkt, ne látod-e, piros feketével, tiszta, magyaros holmi, ilyen... Budapesten, Magyarországon nincs, hidd meg! A két végét idáig a címkékig meg lehet enni, és nem lesz semmi baj a komám, állj meg, falava ül! Mi vagyunk, mi férjek, hogy a címkékig megegyük, a két címkét megegyük, menj el! Csak a hallod, a sínek közé nem szabad ülni soha, oda üljünk, levalóan, kettőt faljunk! Légy szívás, tedd vissza, már egyáltalán ebben nem megy bár. Itt van kolbász, minden, meg van szóval. Van-e? Állj meg, nezzem meg! Nezz hát itt, már meg... van. Van, minden. Hát ne. Azon, nézd meg, azon írja ezt a csemegét. Igen, Székely Csemega. Az Csemeta. Csemega. A gebeti törekké te betűnek mondtad, hallod. Mindegy, nagyja volt. Jó, ne. Vissza, na. Majd aztán valahol megeszünk valamit. Veszünk egy, mit tudom én. Új, meg elhűltem a nyálamot, se tudom nyárni. Szagol, meg se volt. Alé, fali. Nem érzem, a nálonostól, hogy szagolja. Így rákom. Nézd meg! Nem tudsz tanulni, nehez ember, hogy itt van egy hátizsák élelem, étlen mennyi! Gyere! Egy hátizsák élelem! Akkor a... Édes meg mondták! Megvan, mi? Mi volt? Parahatom! Na igazad van, az enyémből látva! Azt né! Azt gondolom, mondd meg, és azt mondod! Ilyenkor, mikor elfárad egy csepp pánika, tudod-e, mit teszem? Én már jó, hogy hoztad! Hát Isten jó! Isten éltesse! Hát hallod-e? Mindent én is hogy hozzak? Na jó, hogy hoztad a pálit! Jó! Már hosszú az út! Gyere, erős, billáncs még! Jó!
Isten éltessék! Isten éltessék, és ma jó utat nekünk valahogy, ma valami lesz. Jó Isten, ha velünk lesz, valahogy meglátod, elmenjünk, valamáddig! Budapest azt mondja, a kokkora falu. Egyik végéből a másikból nem látsz. Hát akkor ezt úgy elkapja a két hátizsákul, mi egy pillanat alatt elmenjen. Ha jól lesz, és jól elmen, akkor következőben két hátizsákkal jövünk, dupla hátizsákokkal. Vagy átolvetővel. Vagy átolvetővel. Nincs mit hátizsákolni. Egy-egy átolvető, abban annyi belé menjen. Így. Egyenek őkes ott. Jót. Villázs meg. Játék. Mikor a száj nyílik, mert a örökké ne kérdezni. Hát, mondod, tiszta potyáros, annál jobban ne hülök meg. A sínek mellettes kell billány, csak hát... Aj, még dugjon. Nem evődött ez most, havar meg és üt! Aztán... Nem tudom, a sínek közt mi áll lesz. Ki kéne menni a széjjá irányba, cseppet írtózott. Hadd ne kuma, erregáljunk lesz. Azt aztán elbeszélgetünk, tudod-e? Olyan hamar este lesz, ott ahol megsetítedünk, megaluszunk havar, nehogy a... Az illatra a mocku elé álljon. Csak né! Én ezt miért hozom? Hallod, drága jó Istennek, hogy hozod. Mi? Lehet és levenni ezt a mindenhol. Lebontsuk aztán, mikor megállapodunk, lebontsuk. Na látod, hogy kitárjad a figyelmem, hogy mit kell hozni egy útra? Még hallod, még azért is jó, hogy itt jövünk. Soha nem lehet tudni, hogy egy vonatocska, hogy kisebbes, leintenők, ott van. Hát le csak az nem, pusz! Jó. Le a saját két öregámbe és el van fáradva, hogy ne állna, meg ős ember, mondjuk, neki is van apjas anyja. Mondjuk, hogy a vezetője a olyanok, lehet, hogy megáll. Milyen a szíve? Ha! Nem jő. Hát jó, de jöhet. Jöhet, de mondjuk az igaz, hogy jöhet. Hallod, nem kell zúgolódni. Olyan rég nem is találkoztunk. Elbeszélgetünk azt az. Egyet énekelhetünk, és egy jó nótát, egy nótát, amíg elfúvón, körülbelül a tizedik poznánál leszünk. Hallod, akkor jó hosszat kell elkezdeni, hogy haladjunk. Hát a hosszat vagy rövidet, tudjuk össze. Egyet kezdás, énekeljük akkor, lett utam. Közelőttem, közutam. Nincsen pénzem, se dohány. Még kérünk, hallod, de még ingünk se lesz. Ingünk. De... Aztán az. Hozz! Nem utasd már, elmondom, hogy elhűlök még. Na meg vagyok, elhűlök. Jó, gondolj, egyáltalán. De nincsen pénzem, sem dohányó. S vedd meg pajtás, adolmányó. S járhatsz benne, mint a pála. A vár megye, udvarába. Nékem már a rongyos es jó, úgy se leszek szolgabíró. Elmegyek a lompulással, köd előttem, köd utánom. De nékem már a rongyos es jó, úgy se leszek szolgabíró. Elmegyek a lompulással, köd előttem, köd utána. A Csíkszentgyörgyi korcsomába, jaj, de szépen mozsikálna. Hadd címedesökre már rá, odaadtam a cigánynak. Ne haragudj, édes pár!